Február közepén kerül majd Kiskörösváros képviselőtestülete elé a 2020-as költségvetés, melynek összeállításán javában dolgoznak a polgármesteri hivatal szakemberei. A várható számok a bevételeket illetően ismét bizakodásra adnak okot. A hihetetlen számokat mondtuk ki tavaly, és ezt a vállalkozói fórumon is fogadáson is úgy, úgy, konstatáltuk, és úgy még a vállalkozók is mondták, hogy nagyon jó évünk volt, nagyon feszesek voltunk, sikeresek vagyunk, de jó. Erre most látom a, az idei számokat, és hát egyszerűen, egyszerűen nem tudok innentől tényleg mit mondani, még ezt is tudták fokozni a kiskörösi vállalkozások. 1 milliárd 60 1 millió forintos össz adóbevételünk van, ami, amiben a gépjármű adóbevételünk körülbelül egy 10 millió forinttal növekedett, az iparűzési adóbevételünk pedig 110 millió forinttal növekedett. A nagyberuházások közül tavaly októberben elkezdődött a záportározó kialakítása és a belvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, de a napokban megkezdik az új hat csoportos óvoda építését is. A munkaterület átadás megtörtént január 5-én, 6-án vagy valahol, és a kivitelezés gyakorlatilag szerintem a héten elkezdődik az alapozással, a kitűzéssel, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez az óvoda ebbe az évbe, befejeződne. Több ideje van a kivitelezőnek az óda megépítésére, 15 hónap van a, projektben, de, de, jó lenne ebbe az évben az óvodát már átadni. A több mint egy órás beszélgetésben Domonyi László szótejtett többek között a piacot, az Izsáki úti kerékpárutat, a Széles utat, az Árpád utca 8 alatti ingatlant, a Bölcsödét, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumot és a küzdősportok házát érintő projektek állásáról is. Elmondta, hogy a pályázatok beadása óta eltelt időszakban jelentősen megemelkedett a kivitelezés költsége. A különbözetet főleg önerőből és kormányzati támogatásból szeretnék előteremteni, de adódhat még egy harmadik forrás is. Ez a költségnövekedés, amit már említettem, a kisebb településeken, ez fog járni azzal, hogy visszaadnak projekteket. Ezeket a pénzeket újraosztják, újra osztják, újra. Uh, újra felhasználóvá akarják majd tenni megyei szinten, elnök úr vezetésével, de a kormánynak is ez a kérése hogy ezeket a pénzeket újra kell használni. Kisebb viták vannak még, hogy van energetikai projekt, van gazdaságfejlesztés, stb. stb. Tehát több kalap van, amibe potyognak vissza a pénzek. Nekünk az lenne jó, hogyha ha az energetikába visszahulló pénzt lehetne gazdaságfejlesztésre is használni. Egyenlőre ott tartunk, hogy az energetikai projektből visszaérkező pénzeket csak energetikára. Mi most azon Lobbizunk, ha szabad azt mondani, hogy, hogy újra gyúrjuk össze a pénzeket, és osszuk el újra úgy, és annak, és arra, amire szükség van. Hogy ne, ne kényszerítsenek minket bele abba, hogy újra energetikát csináljunk. Nem rossz az elképzelés, de mégis jobb lenne, hogyha egy kicsit racionálisabban a szükség mondaná meg, hogy mire költessünk. A jövő terveiről szólva kiemelten beszélt az okosváros rendszer kialakításáról, mely mások mellett térinformatikai rendszer kiépítését és a közvilágítás modernizálását is magával hozná. Ezt is megelőzi azonban a városvezetés elképzelései között a Róna Széki fürdő fejlesztése. Nagyon racionálisan kell gondolkodnunk, nem szabad, nem szabad irreális dolgokat tenni, azt tudni kell, hogy a fürdő üzemeltetése, a mai napig egy komoly veszteség. Több tízmilliós veszteség a városnak, de a fejlesztésre szükség van. Azért van szükség, mert van igény. Azt látjuk, hogy hogy a, a nyári kárnikulai időszakokban a fürdőn kicsi, ezt a részét fejleszteni kell. Azt látjuk nagy örömmel, és talán a legnagyobb öröm számomra, hogy a 2008-ban megépített Tanuszodánk kicsi. Annyira uh, jól és hatékonyan használjuk ki a tanuszodát, és, és egyre többen uh, fordultak a fiatalok uh, közül a, a vízisportok fele, uh, hogy igazából nem tudjuk beosztani uh, az uszodai rendet. Vannak terveink, vannak elképzeléseink, mindenképp azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon érdekes fejlesztések lesznek, ha minden sikerül. Meg fogjuk lepni a kiskörösieket is vele. Úgyhogy erre nagyon készülünk. Ez egy külön költségvetés, egy külön pénzalap, a kormányzat segítsége és a talán egy picit a külön támogatására lesz szükség, és az elmúlt öt évben fürdők és tanfejlesztés nem volt kormányzati, központi büdzséből, ezért mondom, hogy, hogy talán most eljön ennek az ideje. A beszélgetés utolsó részében szó esett még a város kulturális életének átszervezéséről, a nagy rendezvények megújításáról és a márciusra tervezett lakossági fórumokról is. A teljes beszélgetést január 24-én láthatják a kiskörös televízióban.